Idén is megrendezte a Várpalota Pétfürdő Kertbarátkör Egyesület a szakmai vetélkedőjét. Most milyen kérdés sorra kellett megfelelniük a versenyzőknek? Ez minden évben úgy van, hogy az előző évi a szakmai vetélkedő utántól őszig tartó előadásokról, meg az idei év elejé előadásokról, meg a kirándulásokról vannak kérdések. Azért tettük be a kirándulásokról is, hogy érdekük legyenek egyébként is, hogy eljöjjenek, mert olyan speciális kérdések vannak a kirándulásokkal kapcsolatban, amit tényleg csak azt tud, aki ott volt. Milyen csapatok vettek részt idén? Az idén csak három csapat volt, várpalotaiak, a pétfürdőiek, meg a kisbadacsonyiak. Kik lettek a győztesek? A pétfürdői csapat lett. Mennyire sikerült megfelelniük a versenyzőknek a kérdésekre? Hát úgy nagyjából az az igazság, hogy aránylag még a harmadik helyezett se lett olyan nagyon gyenge, ahhoz képest, hogy tényleg ezek nem csak a szakmai, hanem a kirándulásos kérdések is annyira speciálisak voltak, de aránylag egész jó volt, mondom, még az utolsónak is. Mit nyerhettek a versenyzők? Ez már lassan 52-53 év óta a nitrogén művek avval patronál bennünket, pontosabban mióta én vagyok az elnök azóta, már addig mindig pénzben segítettek, én meg azt kértem, hogy nekünk ne adjanak pénzt, hanem ilyen kimondottan kertészet kapcsolódó saját termékeket, és mindig abból állítanak össze nekünk egy ajándékcsomagot a csapatoknak. És többek között volt még olyan is, hogy genezises esernyő, de vegyszerek, amiket ők gyártanak, úgyhogy ilyenek. Ilyenkor együtt van a szakmai vetélkedő után a borversenynek az oklevélosztása is, amit szintén megcsináltuk. Aránylag azért volt sok, amiért nem jöttek ki, mert a megyei borverseny volt ez egybe, úgyhogy a vidékieknek majd én juttatom el külön az okleveleket.